Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez itt a Labs YouTube csatornája. Folytatjuk utunkat a Skót felföldön. Az előző részben láthattatok solymokat, delfineket és egy vízesést is. A mai részben pedig én választottam egy túraútvonalat az erdőn át. És hogy megbántam ezt a döntést, nos, az a videóból kiderül. Bein Ekhe, nem tudom, hogy kell kiejteni, részen vagyunk. Megálltunk egy tónál, ez a Loch Mare, vagy Mare, ki tudja. Itt van egy kis erdei sétálóhely. Lehet menni az erdőben, vagy a hegyen. Itt van különböző útvonalak. Mindjárt mutatom. És vannak hozzá ilyen kis szóróanyagok, prospektusok, hogy ne tévedj el, meg hogy mit hol lehet látni. Most itt vagyunk, és két túrakör van. Ezt mondtam, igen. Az erdőben vagy a hegyenben. Annyi adalék, hogyha valaki ide szeretne jönni, akkor az erdei út az kb. Másfél kilométer hosszú, 100 méter magasságig érsz el, viszont a hegyi út az már jóval magasabb, meg jóval hosszabb út. 6,5 kilométer hosszú ez az út, és 550 méterig tudsz fölmenni, de ehhez már tapasztaltabb túrázónak kell lenni, igen. És írják is, hogy szükség van hegymászó, vagyis rendes kiránduló bakancsra, éllemre, meleg és vízhatlan ruhára, mert az időjárás képes percek alatt megváltozni ott fönt a hegyen, és akár ragyogó napsütésből lehet szakadó eső is. És akkor innen csak annyira gyorsan benézünk itt a kapun. Itt amúgy meg is lehet csak annyira állni, hogy ott egy kis piknikező asztal, és a tó mellett meg tudjátok enni az uzsonnát, az ebédet. Meg is enném, hogyha lenne. Lenne, hogyha jó lenne neki akármi. Tegnap is hamburgert evett, de ma is azt kívánja. Meglátjuk. Most kinéztem egy következő állomást, ahol van mosdó, és talán van, milyen szokott lenni ilyen útszíli. Hogy mondják ezt a hamburgeres? Hát burger. Hát nem csak burger. Nem ilyen útszíli kajáda. Kifőzde. Az mi? Valamelyik idióta ide rakta a hordozható grillet. Ez egyszer az napos grilletárcát leraktak, és így grilleztek. Mégiscsak bejöttünk? Túra update, nekem mégiscsak volt hozzá kedvem. Ehhez a másfél kilométereshez vettem egy fizetet, és ahol elveszed a fizetet, nem egyenesen, hanem balra kell kezdeni, és itt vagy az első, hogy ennek a pataknak, a folyónak a hangjai. Itt vagyunk, tehát erre kell kezdeni. Mit látjátok? Onnan vettük el, és nem arra mentünk egyenesen a tó mellett, hanem azzal szembe. Kisron táblázza, hogy erre vannak az utak. A második, hogy fenyőket fogunk látni. Muhásfák. Ez olyan, mint egy tuja. Ez meg a... mindig elfelejtem, páfráj. Aha, és... így lehet eltévedni. Ez a kettes. Mindig kibaszok saját magammal. Zoli talált egy padot. Az nem azért van,
hogy én kipihenjem magam, hanem azért, hogy ő bevárjon engem. Most olyan magasan vagyunk, amilyen magasan a ragadozó madarak szoktak repkedni. Megközelítőleg, és azt mondják, hogy ha tiszta az idő, akkor még láthatjuk akár a túloldali hegyen lévő vízesést, amit úgy hívnak, hogy... Látni is, ott van a tetej. Na, hogy hívna? Dubomosis, Grand Cross, nem, nem. Nincs benne a neve, azt hittük. Ott szemben látunk esetleg egy homokos tengerpartot, hogyha valaki esetleg akarna üldön egyet. Miután átverve éreztétek magatokat, hogy ezen az ösvényen feljöttök, azt mondták, 100 méter magasságra megyünk, de nem azt mondták, hogy egyszerre. Tehát a kezdőponttól másszál fel 100 méter. Azt hittük, hogy szép lassan lesz az emelkedés, hogy egyszerre föl kell érnünk 100 méterre. Viszont ott egy tengerpartot meg lehet állni, márthozni, és belevetni magunkat a tóba, hogyha úgy érezzük, hogy leizzadtunk. A negyedik részben ilyen különféle ilyen csavart fákat lehet majd látni. Ugye? Nem, itt azt írják, hogy ezek a fák itt nagyon fiatalok, amik körülöttünk vannak. Ja, akkor fiatal fákat lehet látni. Csak pont a képen ilyen csavart fa van. Azt hittem, ilyen különleges fafajta van itt. Jó, úgyhogy itt vagyunk, itt jelzi a négyes. Hogy ott vagyunk, hát és... ezek a fák, ezek nagyon fiatalok, látszik is a vékony fák. Hát igen, de ott lesz a nagyon fiatal populáció. Na, mi meg megyünk tovább. Ez egy éles kócia, elég szép. Olyan látképek vannak, de nem videóztuk le, mert úgyse adja vissza. Ezt látni kell. És hobbitokat nem láttunk, se ezt mi aggolt, senki nem volt. De még ami késik, nem múlik. Eljött az én időm. Megyünk lefele. Nem történt eddig nagyon semmi, láttuk a hegyre felmenőket, lejövőket. Még talán láthatunk mennyeiteket, halott, ilyen korhat fákat. Úgyhogy, ha látunk valamit, felveszem, ha nem látunk, akkor menjünk lefelé a kocsihoz. Mennyeitet nem találtunk, most jönnek a korhat fák. Illetve találtam egy gombát. Igen, ilyen sárga gomba van itt, nagyon. Mindig azt láttuk az erdőbe. Jártunkba, keltünk be. Találtunk másfajta gombát is. Ennek ilyen narancssárgás teteje van. Illetve a tipikus rajszínekből ismert piros-fehér pöttyös gomba. De sajnos le van taposva ez is. Ott balra volt egy rózsaszín, vagy lilás. Ilyet kicsit vissza van egy ilyen barnásabb, rózsaszínesebb. Úgyhogy nagyon hangulatos ez a kis út, erdei út. Most már haladunk lefele, még a sziklákon. Itt azt hívják olyan, mint az esőerdő. Még aztán jönnek ilyen kis bogarak is. Szitegető. Hát az is, de hogy ugye az van, hogy többféle bogár, de a szitegető is. És milyen csönd van? Mekkora gomba, várjál! Azt nézd meg, Vera! Ebből már lehet, hogy lakik is valamilyen kis manó. Ha nem is mi a goldod, egy törtéket találom. Kezemhez képest azért elég nagy feje van. De jó. Itt csobog a padaga bedőlt fatörzs alatt. Nem madregényes. Nagyon fáradtak voltunk már a túra végére, és ezért nem készítettünk ott több videót. Ezért elindultunk a következő helyszínre. Megálltunk tankolni, és még ott is találtunk nektek bemutatni valót, amit a következő részben láthattok, hogyha velünk tartotok. Megállunk egy kis faluban fish and chipsezni, ahol egy holló akarja a kajánkat elvenni. Mindenről bővebben a következő részben. Remélem tetszett ez a videó is, ha igen, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, és a következő részben találkozunk. Addig is, sziasztok!